A régi szüreti mulatságok hangulatát idézte csúzán a Szüreti Fesztivál. Nem csak azért, mert a tavalyihoz viszonyítva most elfogadhatóbb feltételek mellett rendezhették meg, hanem mert a hangulatán is érződött, hogy a falu népe már vágyott a közösségi ünneplésre. A program keretében idén is rendeztek fogadhajtó versenyt, néptáncos felvonulást, utcabált és hegyi babfőző versenyt is. A csúzai szüreti fesztivál, mint a járvány előtti években általában, most is kétnapos volt. Az első napi program szervezője a HMDK Csúzai Csárdás Ifjúsági Kultúregyesület volt. A délelőtti órákban kezdődött a fogadhajtó verseny, de ezúttal nem a főszervező Fica János Rancsán, hanem a faluközponthoz jóval közelebbi helyszínen tartották. Azért jött ez a lehetőség, mert közelebb van a faluba, szóval ez a falu szélén van, és gondoltam, hogy így az emberek azért jobban, könnyebben le fognak jutni a falubeliek is, ugye, gyalog, akár lesétálnak, akit szeretné látni, és ezért jött az ötlet. Szép fű van itten, úgyhogy igazából a fogadhajtó versenynek két számja van, az egyik a gyorsasági, és a pretis, egy búját se az a lényeg az elsőnél, a másodiknál pedig az a lényege, hogy ha le is dőlsz, de gyorsabb legyél, szóval az időt mérik. És utána a harmadik szám pedig a nyergelés lesz, ott meg ugyanúgy a bújákat körbe kell kerülni, hogy egy labdas jásson le, és a leggyorsabb időn belül. Ez a Covid helyzet véget nem tudtunk több fogatot fogadni, mint amik Baranyából jönnek. Egyedül van kivétel, hogy jött két lány, aki Szlavóniából jöttek nyergelni, Valpovóra jöttek. Délután népi, táncos felvonulás indult a faluban, a házigazda szerepét betöltő csárdás tagjain és a Hajnalcsillag gyermektáncsoporton kívül részt vett az eseményen az Alfalusi Ifjúsági Táncsoport, a kiskőszegi HMDK alapszervezet táncsoportja, az Eszékrétfalusi Népkör Magyar Kultúregyesület, valamint a Szentlászlói Petőfi Sándor Kultúregyesület táncosai. A menetet a szokások szerint a bíró és a bíróné vezette. Ezt a szerepet ezúttal Tatai Igor riporter kollégánk és Juhász Anna Mária vállalta. Általában én vagyok az, aki a mikrofonnak, illetve a kamerának a másik oldalán áll. Most viszont bennünket, Annát és engem ért az a megtiszteltetés, hogy betöltsük a bíró és a bírónő szerepét. A feladatunk az volt, hogy végigvezessük a táncos menetet a faluba. Részt vettünk a körtáncba itt a Csúza központjában, és nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a Csárdás fölkérte erre bennünket. Számomra is nagy-nagy megtiszteltetés, hogy az idei évben én lehetek a bírónő a Csúzai Szüreti Fesztiválon, és külön öröm számomra, hogy ezáltal én is részt veszek abban, hozzájárulok ahhoz, hogy őrizzük a hagyományainkat. A menet a Művelődési Ház udvarában zárult, ahol a népi táncosokat és a vendégeket parlamenti képviselőnk, a HMDK elnöke Jankovics Róbert köszöntötte. Ennek a vidéknek valószínűleg a legfontosabb évi munkálatáról van szó, tehát a Szürettről, hiszen ez egy borvidék, híres, a drávaszögi borvidék. Emellett mi nagyon örülünk annak, hogy ezt a nemes munkát, mint amilyen a Szüret, meg tudjuk koronázni a magyar hagyományok felelevenítésével, tehát be tudjuk ma is mutatni a népi táncokat, be tudjuk mutatni azt a népviseletet, amire büszkék vagyunk. És örülünk annak is, hogy most már lassan a helyszínek is kialakulnak, ahol itt Csúzán meg tudjuk ezeket a szép rendezvényeket szervezni. Az idén befejeztük a csúzai református templom külsejét, a Kossuth-ház kialakítása, az udvar, a parkoló is most már szépen fejlődik, úgyhogy a babfőző versenynek végre megfelelő székháza lesz, ez is egy nagy hagyományi Csúzán. Úgyhogy abban bízom, hogy a csúzaiak is úgy látják, hogy az utóbbi egy év, amely ma a szüreti ünnepsége koronázódik, egy valóban jó év volt, mindentől függetlenül, és remélem, hogy mindenkinek kellemes emléke lesz majd róla. A képviselő által is említett hegyi bab főző versenyt a rendezvény második napján tartották meg, a Jókai Mór Kultúregyesület szervezésében.
A csúzai egyesületek példás összetartásának eredménye ez a kétnapos rendezvény, amelynek köszönhetően tovább élnek a szüreti hagyományok a hegy alján. Idén 13 csapat mérhette össze tudását hegyi bab főzésben. A rendezvény mindkét napján a késő esti órákig kitartotta jó hangulat, rég volt ilyen sikeres népünnepi a faluban. Ha legalább ilyen jó lesz az idei szőlőtermés is, akkor a gazdák sem panaszkodhatnak majd. A csúzai szüreti fesztivál a Betlen Gábor Alap és a zágrábi kisebbségi tanács támogatásával valósult meg.